És kiváló eredménnyel zárta az első Szaudarábiai Dakarral itt a szatmánémeti Gyeres Emmanuel. Az utolsó szakaszon, amelyet Hárád és Kiddiák között szerveztek, már nem kellett nagyon erőltetnie. A 29. helyen zárta a motorkerékpárosok versenyét a Szatmár németi Gyenes Emmanuel a Szaudarábiában rendezett Dakarralin. Ez elsőre nem tűnik annyira rendkívülinek, hisz Gyenes már végzett a 14. helyen is a Dakaron, azonban az idén a Malle géposztályban indult, amely rendkívül megnehezíti a versenyzők dolgát, hisz nem vehetnek igénybe külső segítséget, maguk kell szereljék és karbantartsák a motorkerékpárjukat. Ezt a kategóriát, amelyben a világ minden részéről 30-nál többen indultak, nagy fölénnyel megnyerte. Mivel két szakaszsal a vége előtt másfél órás előnye volt, már az utolsó előtti szakaszon is visszavett a veszélyes dűnéken a tempóból, és bejelentette, hogy az utolsó etapon végképp nincs szándéka erőltetni. A végéig nem estem az a, az a fontos, és így, az utolsó nap előtt van egy, van egy elég jó nagy előnyem a márem kategóriában, ami azt jelenti, hogy holnap már éppen csak be kell guruljak, tehát na holnap nem is akarok versenyezni, tényleg csak be akarok érni. Gyanes Mánuelnek ez volt a tizedik dakar amelyen végzett, így büszkén viselhette a járművén a szervezők által biztosított legenda feliratú matricát, és minden bizonyal nem ez volt az utolsó részvétele a világ legkeményebbnek tartott motoros versenyén.